A legfontosabb kérdésekben konszenzus van, az ellenzék részéről is, mondta el Semjén Zsolt. A Minority Safe Pact mellett, az ukrán nyelvtörvény ellen és Gyurcsány Ferenc javaslata ellen is mindenki kiáll, mind a magyarországi parlamenti pártok, mind pedig a külhoni magyarok képviselői, hangsúlyozta a magyar miniszterelnök helyettes. Emellett az ülésen még két fontos döntés született, emelte ki. Tematikus évek tekintetében idén a külhoni magyar családok évét hirdetjük meg, összhangban azzal a demográfiai programmal, családtámogatási programmal, amit az anyaországban is indítottunk. Tehát így ennek első lépéseként a babakötvényeket és az anyasági támogatást is kiterjesztjük a külhoni magyarságra. A babakötvény az 42.000 forint, az anyasági támogatás az 64.000 forint. Ezt azok is megkapják, akiknek nincs magyarországi lakcíme, és bárhol éljenek a világban, ezekre a támogatásokra jogosultak. A másik döntés pedig az, hogy jövőre Mátyás király emlékév lesz, emellett a Nemzet Közjogi Egyesítését is üdvözlik. Amit a Máért nagyon-nagyon értékelt, hogy jelentem a nemzetnek, hogy letett az esküt az 1 millió új magyar állampolgár, és amit kormányzáson kezdetén ígértem meg, azt most arra megcselekedtük, megvan az 1 millió új magyar állampolgár. A Máért tagjai azon meggyőződésüknek adtak hangot, hogy minden magyar felelős minden magyarért, mondta a sajtótájékoztatón Potápi Árpád János, magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Arra buzdítják a külhoni magyarságot, hogy élve alkotmányos jogaival vegyen részt a 2018-as országgyűlési választásokon. Vajdaság tekintetében egyebek mellett a Máért megállapította, hogy Magyarország és Szerbia együttműködése példaértékű. Üdvözlik Szerbia uniós előrehaladását, üdvözlik a VMS által elkészített gazdaságfejlesztési programot, és támogatják a VMS küzdelmét az anyanyelvi oktatásért, valamint üdvözlik a párt által a részarányos foglalkoztatás elvének megvalósulására benyújtott több törvényjavaslatát és módosítási indítványát. A sajtótájékoztató végén a miniszterelnök helyettes és az államtitkár Kelemen Hunor, az RMDS elnöke, és Vince Lóránt, az Európai Nemzetiségek Föderális Uniója elnöke, a két fő kezdeményező jelenlétében aláírták a Minority Safe Pact kezdeményezést, amely a kisebbségi közösségek Európai Uniós jogvédelmének megteremtését célozza.